80 éve annak, hogy Koszorús Ferenc ezredes százezrek életét mentette meg, amikor 1944-ben megakadályozta Budapesten a zsidók elhurcolását. A református kollégiumban ma felavatták és megkoszorúzták domborművét, majd emlékülésen méltatták az alma mater egykori diákját, felidézve életét, cselekedeteit. A református kollégiumban az oratóriumhoz vezető lépcsőnél avatták fel annak az egykori diáknak, Koszorús Ferencnek a domborművét, aki 1944 nyarán páncélosai élén harcba szállt a németek akaratával. Több mint 300 ezer Budapesten élő vagy tartózkodó zsidó életét mentette meg azzal, hogy megakadályozta haláltáborba szállításukat. A tiszteletére rendezett mai emlékülésen a tiszántúli református egyházkerület püspöke úgy fogalmazott, Koszorús Ferenc egy sajátos győzelmet kapott a történelem urától, az élő Istentől, miközben egyéni tökéletes vereséget szenvedett. Hőstette után üldözötté vált, hadifogságba került. Az 50-es években költözött az Egyesült Államokba, ott is halt meg 1974-ben. Nem a meghátrálás embere volt, hanem a hité. A hit embere, mint lelkész családból származó, a református gimnáziumban edződött, és az amerikai magyarság körében is, mint világiként, de egyházi vezető állt helyt a közösség élén. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy Koszorús Ferenc és társai példát mutattak becsületből, hazaszeretetből, hűségből, és feladták a leckét a kortársaknak, valamint az utókornak egyaránt. Koszorús Ferenc nem elsősorban katonaként példa számunkra, hanem emberként. Annak az embernek a példája, akit Isten a saját képére teremtett. És aki éppen ezért nem nézhette embertársai szenvedését, nem nézhette, hogy hazája becsületén csorba essen. Puskás István alpolgármester azt mondta, az emlékező folyamat itt az ezredes alma máterében nem áll meg. Koszorús Ferenc nem csak a református gimnáziumnak volt a tanulója, hanem Debrecen városának a polgára is volt, ráadásul egy olyan dinasztiának a sarja, amely erdélyi gyökerei mellett a 19. század elejétől fogva itt élt és építette Debrecen városát. Úgyhogy emlékeznünk kell nekünk Debrecen városának is, Koszorús Ferencre is, általa arra a nagy debreceni családra, aminek sokat köszönhet Debrecen. Az alpolgármester hozzátette, keresik a lehetőséget, hogy Koszorús Ferenc emlékét a városban is tudják ápolni, akár egy közterület elnevezésével.